Az őszi szünetben szervezett fizikasó alatt ismerkedhettek meg az Atomenergetikai Múzeum új eszközével, a Tesla tekercsel a gyermekek. A több mint 60 jelentkező kifejezetten lebilincselőnek találta Krizsán Árpád Múzeum pedagógus élményközpontú módon bemutatott fizikai kísérleteit a mai téma az elektromosság volt. Alapvetően a dörzs elektromos jelenségtől indultunk, tehát a legegyszerűbb elektromos jelenségekből kiindulva eljutottunk az egyenáramig, a váltóáramig, a váltókozáram kapcsán transformátort és annak a tulajdonságait néztük meg. Pavlik Botond bár még tanulmányai során fizika órákon nem vesz részt, de felkeltette érdeklődését a tantárgy. Az elektromosság vezetése élő láncot alkotva volt az egyik kedvence. Hát amikor ö, megfogtam a bácsi kezét, akkor engem megrázott, az is érdekes volt, de amikor a barátomhoz odamentem, és ö, ezt csináltam, hogy ő is jöjjön a láncba, akkor nagyon bizsergette az újam. A kísérleteket követően tárlatvezetésen vehettek részt a látogatók, kipróbálhatták a virtuális és kiterjesztett valóságot. A program végéhez érve a gyermekek tanulságosnak és kifejezetten érdekesnek találták a múzeum által szervezett programokat.